Gazdaváltásnál meg kell könnyíteni a kutya számára az átállást. Nincs könnyű dolga, mert egy életközösséghez szokott valamilyen szabályzó rendszer között élte az életét. A megváltozott életkörülmények miatt új gazdát kap, illetve új tartási körülményeket nincs könnyű dolga. Nagyon fontos az új helyen, hogy türelmesek legyünk a kutyával, és nagyon szeretetteljesek. A kutya számára biztosítani kell a fokozatosság elvét, nem szabad tőle meg elvárni, hogy már az első pillanattól betartsa azokat a szabályokat, amikről még nem is tud, hogy mik azok. A leendő gazdinak időt és energiát kell szállni arra, hogy kialakítson a kutyával egy bensőséges érzelmi viszonyt. Bízniuk kell egymásban. Egy, egy kutyavezető, akit gazdának hívunk, csak akkor képes majd a kutyája viselkedését és az ösztönös viselkedését irányítani, hogyha a kutya elfogadja őt vezetőjének, pontosan tudja róla, hogy rangsorban följebb helyezkedik el, mint ő, és egy szeretetteljes bánásmódot kap tőle. Ennek a következménye lehet az, hogy a gazda képes lesz irányítani a kutyája viselkedését. Az új életkörülmények között új szabályok vannak, ezeket a szabályokat meg kell ismertetni a kutyával, hogyha azokat követi, akkor dicsérni kell és jutalmazni kell. A a dicséret és a jutalmazás az egy nagyon jó dolog, amikor, amikor vezetjük a kutya viselkedését, ha pontosan azt csinálja és úgy csinálja, ami nekünk, illetve a gazdának tetszik, akkor kellemes érzetekben részesítjük. Ha eltér attól, vagy ha valami más csinál, akkor pedig kellemetlen érzetet keltünk. A kellemetlen érzet mértéke nem mehet el soha a fájdalom küszöbik, tehát fájdalmat okozni a kutyának tilos. Főleg ennél a kezdeti. Kezdeti stádiumban, amikor a kutya az új életközösségbe kerül, még ő is gyűjti az információkat, igyekszik beilleszkedni az új, az új helyzetbe. Neki is az a célja, hogy erőforrásokhoz jusson, és hogy kellemesen élje az életét. Ilyenkor nagyon fontos lehet jutalomfalattal igazolni a számunkra kellemes viselkedést, és simogatással, szeretettel, illetve a kutya dicséretével kivívni a bizalmát. Amikor olyasmit csinál, ami nekünk nem tetszik, például egy lakásban tartott kutya olyan berendezési tárgyak iránt mutat érdeklődést, amit nem szeretne a gazda, akkor szabad egy kicsit megszidni, megdorgálni, ha változtat a viselkedésén, akkor pedig dicsérni, megnyugtatni. A kertben tartott kutyáknál a kert berendezéseiben okozott kárér rajta kapás esetén szabad büntetni a kutyát, de ha már megtörtént a károkozás, és csak utána észleljük, akkor már hiába vonszoljuk oda a kutyát, például egy egy szétrágott locsoló tömlőhöz, hogy mi irgum burgum mit csináltál rossz kutya, és ha ilyenkor kap büntetést, akkor a gazdik azt hiszik, hogy, hogy elérték a célt, és majd nem fog hozzá nyúlni. Én azt gondolom erről, hogy a kutya csak azt hiszi, hogy ha a gazdi valahova vonszol, akkor a végén fogadni két tenyerest a homlokomra. Tehát nem feltétlen talál a kutya összefüggést a másfél-két órával ezelőtti károkozás és a későbbi büntetés között. Ha éppen rágja a rocsoló és akkor a rajta kapás esetén elkapjuk a frakját, és a nyakbőrénél egy kicsit megrázzuk, és ledorongoljuk őt, akkor, akkor viszont igen. Az új életközösségben a kutya is igyekszik a számára legkellemesebb módon élni az életét. Ez nem az, hogy szabálykövető legyen és azt csinálja, ami nekünk tetszik, hanem ő azt szeretné, hogy ő azt csinálja, ami neki tetszik, és mi kövessük azt. Ezért fontos, hogy a, hogy a gazda képes legyen a kutyánál erősebb lenni, mint fizikailag, mint pszichikailag. Ha ez már eleve megvan, akkor a kutya természetes hajlamai azt diktálják, hogy együttműködjön vele. Ha a kutya erősebb fizikailag, vagy pszichikailag, vagy mindkét módon a vezetőénél, akkor szakember segítségével meg lehet oldani azt, hogy, hogy megváltoztassuk a kutya gazdához fűződő viszonyát. Ha ez nem sikerül, nem jön létre, vagy nem tud, vagy nem akar ez a gazda ennek a kutyának a vezetője lenni, akkor azt szoktam tanácsolni, hogy inkább távolítsuk el ebből az életközösségből, nehogy a későbbiekben ez problémát okozzon.